130 éve kapta Alpár Ignác a felkérést, hogy megtervezze a Szabolcsi Vármegyeháza épületét. A munkálatok 1892-ben fejeződtek be. A már a műemléki védettséget élvező megyeháza az elmúlt évtizedekben többször esett át kisebb-nagyobb felújításokon, a közeljövőben azonban nagyszabású beruházás indul. Ennek része a tetőtér felújítása. A megyeháza épületében társbérletben vagyunk a megyei önkormányzattal, és most az a nagyon jó hír talált meg bennünket, hogy az a közös kezdeményezés, amelyet a megyei önkormányzattal elnök úrral elindítottunk, az halófülekre talált, és egyedi kormányzati döntéssel 494 millió 200 ezer forint támogatás érkezik, hogy az első ütemétnek a teljes rekonstrukciónak megvalósíthassuk. Az első ütemben a tetőtér rekonstrukció mellett az épület műemléki feltárása és további tervek elkészítése is szerepel. Most fognak elkészülni a tervek ennek a programnak a keretében is a tetőn túlmenően. A teljes rekonstrukció lenne a gépészeti, elektromos hálózat, esetleges energetikai felújítások, olyan innovatív, akár energetikai rendszer kiépítése is, amely méltó egy 21. századi felújításhoz, hiszen az elődeink is az akkori legmodernebb eszközökkel fűtötték ezt az épületet, nekünk sem szabad ebben lemaradni. A beruházásról szóló tájékoztatón az is elhangzott, a szimbolikus épület a megyei értéktár egyik legfontosabb eleme, szerepe turisztikai szempontból is kiemelkedő. Maga a műemléki felújítás az egyik része, de emellett egy turisztikai látványossággal is bővülne, mint Nyíregyháza, mint pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és azt hiszem, hogy ez egy új szint, egy új eredményt adna nem csak a megye életének, nem csak Nyíregyháza életének, hanem úgy gondolom, hogy az ország életének is, hogyha ezt a impozáns épületet újra meg tudnánk mutatni a régi valójában. A megyeháza tetőtere jelenleg több helyen beázik. A felújítással, illeszkedve a műemlékvédelmi előírásokhoz, az elavult palaborítást műemlékpalára cserélik majd.